Örkény István, Prestige. Két hétig terveztük, hogy majd veszünk. Minden nap megálltunk a kirakatok előtt, sóváran néztük. Végül is születésem napján, április 5-én, déli 12 órakor megkérdeztük, mibe kerül. 275 frankba, mondta a gyümölcsárus. Elsőrendű, teljesen friss, zamatos ananász. A feleségem drágálotta, én nem. A görögdinnyéhez képest persze sok volt, de az ananászhoz képest bizonyára nem. Megvettük, hazavittük. Beállítottuk egy hamutartóba, és néztük. Körbejártuk, barátkoztunk vele, dicsértük. Milyen szép és egzotikus. A tetején külön növény hajtott ki belőle, valami pálmaféle, ha locsolnák, vagy vízbe tennénk, talán hamarosan nagyra nőne, és kivirágzana. A szállóban rögtön híre futott, hogy a 9-esben vettek egy ananászt. A takarítónő bejött és bemutatkozott, eddig a percig ugyanis színét sem láttuk, és azt javasolta, hogy hámozzuk meg, és felszeletelve kristálycukorra meghintve hagyjuk állni egy vagy két napig. Ostobasság, mondta egy angol diáklány a lépcsőfordulóban. Rummal egyék, úgy a legfinomabb. Egy honfitás, akivel eddig csak köszönő viszonyt tartottunk, cédulát csúsztatott az ajtó hasadékba. Ne hallgassanak senkire, írta. Jó vastagon le kell hámozni, mert a héja élvezhetetlen. De a húsát úgy kell fogyasztani, ahogy van. Este meghámoztuk és megettük. Semmi íze nem volt. Alig valamivel volt rosszabb, mint a tök. Nyersen is, cukorral is, rummal is. Nagy nehezen legyűrtük, ittunk rá egy pohár vizet. Harmadnap szembe találkoztunk az angol lányjal a folyosón. Hogy ízlett? Érdeklődött. Nagyon, feleltem. Felsóhajtott. Hiába, az ananász az ananász. Azóta lopva megállok a gyümölcsáros tandja előtt, és vágyakozva nézem az ananászokat.